Oké. Jó estét kívánok, sziasztok! Én Katona Éva vagyok, az Egysebb Figyelem Alapítvány kommunikációs munkatársa, tanácsadója és a Diapkör Facebook oldal létrehozója és napi hostja és adminja. És aki itt van velünk ma este, már biztos jól ismeritek Pető Adrián, aki többek közt az Alapítvány dietetikusa szakmai tanácsadója. Amikor itt kattingatok, az azért van, mert folyamatosan jelentkeznek be a beszélgetésre mások is. Ennek a mai estének a konkrét témája, azt már korábban korábbi kérdések alapján kialakítottuk, hogy kifejezetten ezek az okostelefonokra letölthető étrendi és dietetikai applikációk legyenek, és erről az Adrián elég kimerítően fog majd beszélni nektek a jegyzeteit bújva. De ettől függetlenül mindenkit arra biztatok, hogy tegyétek fel a saját kérdéseiteket itt a cseten, és elég lesz ez az egy óra arra, hogy mindenkinek meg tudjuk válaszolni a kérdését. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, akkor kezdjük azzal a témával, ami a mai konkrét témánk, Adrián, a különféle okostelefonos applikációkkal. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Köszönöm, hogy tegeződhetünk így látatlanba is. Hát igen, rengeteget készültem, főleg az étrendet érintő, vagy az étrenddel foglalkozó applikációkkal. Próbáltam minél jobban körüljárni ezt a témát, hogy minél használhatóbb tanácsokat adjak. Találtam egy olyan cikket, ami a 2020-as vagy 21-es, most hirtelen nem emlékszem, ami így a legjobb vagy legfrissebb appokat mutatja be. Ebből is néhányat kiemelnék, meg még kerestem mellé pár ilyen diabéteseseknek szóló applikációt is. Viszont itt engedjétek meg, hogy egy kicsit lessek a jegyzetekből, mert nem tudom megjegyezni az összeset fejből, bár egy csomót letöltöttem és próbálgattam is, hogy minél jobban tudjak nektek mesélni. Szóval van egy olyan, az a neve, hogy MyFitnessPal, és ennek az volt az előnye, hogy táplálkozás és mozgás oldalról is támadja a kérdést, tehát akár egy fogyókúra esetén be lehet állítani saját egyéni célokat. Ami a problémám volt az appal egyébként, hogy a célokat tényleg én tudom meghatározni. Tehát beírtam, hogy én szeretnék fogyni jelen pillanatban 2 kilót, vagy 3-at, és akkor kihozta, hogy fogyasszak 1200 kalóriát, ami így nem biztos, hogy szakembernek kell lenni hozzá, de így jelen esetben azt tudom, hogy ha én azt most tényleg tartanám, hogy 1200 kalóriát vigyek be, akkor az tutira jó-jóba menne át, ugyanis az alapanyagcserém alatt van, az az 1200 kalória, tehát hatásos lenne a fogyás, kilóra legalábbis, de biztos, hogy nem lenne tartós. Egyébként olyan szempontból azért jó, hogy itt is kéri a fizikai aktivitást, kell a életkor, meg a nem, tehát ezeket be kell állítani már az elején, úgyhogy azért van benne jó rész is, de mondom ezt, hogy a célt azt én határozom meg, úgy az már kevésbé szakszerű. Viszont rettentő nagy az adatbázisa, és van benne egy vonalkódolvasó is, hogyha valami nincs benne az adatbázisban, akkor is ezért megtudjuk, hogy mennyi, vagy milyenek a tápértékei. Viszont ez egy angol applikáció, úgyhogy tényleg van előnye is, meg hátránya is. Akkor volt egy másik, ami a második helyen szerepelt ebben a jó kis listában, az az 8 névre hallgat, ez is szintén angol. Nagyon tetszett benne, hogy be lehet állítani azt is, hogy csak egészségesen szeretnél táplálkozni, és akkor úgy, hogy egészséges és boldog élethez vezessen. Tehát van egy jó nagy adag ilyen pszichológiai része is az egész applikációnak. Itt fotókkal lehet dokumentálni, hogy mit eszik-iszik az ember,
és lehet hozzá, vagy hát nem is tudom, hogy kell, de inkább lehet hozzá érzelmeket társítani. Tehát, hogy ki is fotóztam azt a képet, ugye megkeresem. Tehát, hogy be lehet állítani azt, hogy miért ettél, miért ittál, tehát, hogy mondjuk társaságban fogyasztottad, és mondjuk mert éhes voltál, szomjas voltál, vagy bármi egyéb, tehát, hogy épp egy alkalom volt, és ez így tök érdekes, hogy nekem ez így tetszett, mert azért a táplálkozásunknak van egy jó nagy adag érzelmi töltete is, meg vonzata, tehát fontos kérdést boncolgat egyébként. És akkor így, hát így kifotóztam, most az annyira nem tudom, hogy így látszik-e, de hogy mindegy, az a lényeg, hogy itt van, hogy miért tetted, milyen volt, felejthető, jó, vagy csodálatosan jó, akkor hol ettél a gép előtt, vagy asztalnál, vagy tévé előtt, vagy az autóban. Tehát, hogy így egy csomó minden, és így ez az, arra jó egyébként, hogy így megtudja az ember, hogy milyen a habitusa, hogy milyen szokásai vannak, ez jó, nem jó, tehát, hogy így hosszú távon szerintem azért ez is tud segíteni, tudatosítani önmagunkat és a táplálkozásunkat. Akkor volt egy, vagy van egy olyan, az a neve, hogy kalóriabázis, ezzel rettentő sokszor találkozom a gyakorlatban, tehát, hogy sokan használják körülöttem. Én miattatok töltöttem le és néztem meg, úgyhogy ez az az előnye, hogy magyar, és tehát, hogy nem csak a nyelvezete magyar, hanem magyarok is csinálták, és a magyar élelmiszereket tartalmazza, és a tápanyag táblázata is ehhez mérten használható. Megadhatunk mi is recepteket benne, és ezt ki is számolja, tehát szerintem ez így praktikus. Annak ellenére, hogy én egyébként nem vagyok annak a híve, hogy feltétlen számolgassunk, de el tudom azt fogadni, hogy van, akinek ez segít, és éppen ezért ilyen esetben tényleg segítségünkre lehetnek ezek az applikációk. Tetszett benne az, itt is mind a táplálkozás oldalról, mind a sport oldalról közelíti az egészséges életmódot, és be kell állítani ebben is az életkort, vagy a születési évet, a nemet, és be kell még állítani rajta, mindjárt mondom, mi volt még. Ja, a magasság persze. És akkor ezen így kidobja, hogy mennyi az ideális testsúly, de az is tetszett benne, hogy nem csak egy kilót ír ki. Tehát nem azt írta ki, hogy nekem a 162 centimhez, jó, kiírta azt is, hogy 56 kiló lenne az ideális, de ugye ezt elfogadja, tehát hogy ilyen modernebb szemlélet az, hogy ilyen tartományt ad meg. Igazából 49 és 62 kiló között, tehát hogy így, szerintem ez sokkal reálisabb, főleg, hogy ugye, ha valaki sportos, tényleg nagy az izomzata, akkor lehet magasabb a testsúlya, annak ellenére, hogy azzal együtt, hogy ez ugyanúgy egészséges és jó, mint hogyha kicsit kevesebb a testsúlya, mert kevesebb az izma. Tehát, hogy így ilyen szempontból ez mindenképp tetszetős volt. Akkor volt még egy applikáció, amit viszont elfelejtettem megnézni, de a reklámokban sokszor jön velem szembe, úgyhogy azt majd meglesem, és akkor majd legfeljebb írok nektek a diapkörbe. Viszont áttérnék ilyen diabéteszeseknek szóló applikációkra. Abból is van jó pár. Valaki azt mondja itt, hogy a Yazio ez az applikáció. Így, pont ez. Igen, amit meg akartam nézni, de őszintén szóval kimaradt a sorból, de mindegy, tényleg meg fogom nézni, mert kíváncsi vagyok. Nagyon sok helyen dobja föl, úgyhogy lehet, hogy tényleg jó. Egyébként 1001 féle van ezekből az applikációkból, úgyhogy próbáltam tényleg ilyen használható listákból keresgélni, hogy mégis mifelé lenne érdemes nyitni. Na szóval, diabéteszeseknek szóló applikációk. Van egy csomó, vannak olyanok is, amik a vércukormérőhöz kapcsolódóak, tehát az adott gyártónak van általában applikációja is. Én szerintem azért ezt ilyen naplózás tekintetében ezt érdemes lehet használni, meg igénybe venni, de
mondjuk nem egy ilyen játékos jellegű, hanem az, hogy ugye a telefonunk általában mindig nálunk van, tehát így könnyű naplózni, nem kell állandóan írogatni füzetbe. Tehát ilyen kicsit praktikus. De vannak még olyanok is, amik ilyen társaságot alkotnak, vagy hogy is mondják ezt, közösséget alkotnak, mint például van ez a Glucose Buddy, ez a neve, és ugyanúgy bele lehet írni, hogy milyenek a vércukorértékek, mennyi szénhidrátra van szükségünk, mennyi inzulint használunk, és akkor így segít menedzselni az étkezést, a táplálkozást. De van még olyan, ja, és igen, és ennek vannak ilyen, van ilyen közössége is, tehát ott lehet így tapasztalatot is cserélni. Akkor volt egy, ami nekem nagyon tetszett, a My Sugar, ez a neve, és ez egy kicsit ilyen tamagocsi jellegű, tehát, hogy van egy cukorszörny, amit életben lehet tartani a rendszeres vércukor ellenőrzéssel, meg hogy hát ott eleve azzal, hogy vezeted, hogy mennyit eszel, mikor mértél, mennyi az inzulinod, tehát itt tényleg az önmenedzselést, azt így tök jól motiválja. És figyelmeztet is, hogyha valamit már így régen csináltunk, akkor van még, van egy olyan, az a neve, hogy Diabetes Control Program. Ez egy kettes típusú cukorbetegeknek készült applikáció. Ezt azért emelem csak ki, mert hogy általában egyes típusúaknak szólók vannak, de hát nyilván vannak kettes típusú cukorbetegek is, tehát így az önmenedzselést azt számukra is segíti, és bele lehet írni a gyógyszert, akkor gyógyszereket, meg ugyanúgy, hogy a vércukorértékeink hogyan alakulnak, mennyit eszünk, tehát tényleg ez is egyfajta kontrollt jelent. És akkor még két dolog van, amit szerettem volna így az applikációkról mondani, meg van ez az a neve, hogy Diet On, és ez meg azért tetszett, mert ez nem csak cukorbetegeknek van, tehát ezt használhatják sportolók is, diétázó emberek, illetve egészségtudatos életmódot folytató egyének is, tehát ez jó, hogy egy kicsit ilyen szélesebb körű, és intelligens elemzésre képes ez az applikáció, és így le lehet vonni ilyen jövőbeli következtetéseket, vagy a jövőben használható infókat ad nekünk. És ugye hát az is jó benne, hogy az aktívan sportolóknál is felmerülhet alacsony vércukorszint a sportolás következtében, tehát nekik is hasznos lehet az, hogy a szénhidrátot esetleg számolják, vagy hogy tudják, hogy hogyan pótolják, de persze ezekben dietetikus is mindig segítségre tud lenni. És akkor már csak egy dolgot, mert azt feltétlen fontosnak tartom minden életszituációban, vagy élethelyzetben, hogy a folyadékfogyasztásra emlékeztető appokról is ejtsek néhány szót. Ebből is rengeteg van, van tamagocsi jellegű, van csak ilyen naplózós jellegű is, tehát hogy tényleg a folyadékfogyasztás az minden élethelyzetben nagyon-nagyon fontos, tehát nem csak cukorbetegként, hanem egészségesként, úgyhogy meg lehet találni azt a fajta applikációt, ami motivációt fenntartja, meg emlékeztet, figyelmeztet, mert ugye sokszor így a munkába, vagy az egyéb élethelyzetekben elmerülve megfeledkezünk róla, pedig akár a súlykontrollban is segítségünkre lehet, mert sokszor van olyan, hogy mondjuk éhségnek érzékeli az ember, pedig elég lenne meginni egy pohár vizet mondjuk, és akkor már ez kicsit a súlykontrollban is segítségünkre van. Nagyon köszönjük, akik később csatlakoztak, azokat üdvözlöm itt mást, én Katona Éva vagyok, az ECSEP kommunikációs szakértője vagy tanácsadója, és Pető Adriennel beszélgetünk ma este. Hogyha van konkrét kérdésetek, akkor itt a cseten fel tudjátok tenni,
az nagyon klassz lenne, mert akkor arra tud válaszolni Adrián. Két kérdés érkezett, és még korábban is jöttek olyan témák, amik iránt érdeklődtetek. Én először ezeket dobnám be. Az egyik legtöbbször feltett kérdés a mesterséges édesítőszerek világa. Mit gondolsz ezekről, Adrián? Van olyan, ami egészséges, van, amit bátran lehet használni, vagy legszívesebben kihagynád őket teljesen? Mindig az arany középútra törekszem minden esetben. Nyilván a cukrot azt kerülni kell, tehát vannak azok a szituációk, amikor helyettesítésre van szükség. Alapvetően persze érdemes az ízérzékelésünket egy picit áthangolni, tehát mindig egy kicsit kevesebb édesítőszert használni, és akkor azért így könnyebb a mértéket is tartani, de egyébként használhatók ezek az édesítőszerek, akár mesterséges, akár természetes, de azért mindig az óriási nagy mennyiségektől mindig én is óvaintek mindenkit. Tehát azért lehetnek mellékhatások, tehát ugye a természetes édesítőszerek között a leggyakoribb az az eritrit, xilit, stevia, tehát ezeket lehet használni nyugodtan, akár felváltva, akár keverve. Az eritritről azt kell tudni, illetve a stíviáról, hogy mind a kettő nulla kalória és nulla szénhidrát, szóval így számolás szempontból ezzel a legegyszerűbb dolgozni, viszont nagyon-nagyon, tehát nagy igazság az, hogy ki kell tapasztalni, hogy kinek melyik édesítőszer jön be. Mert mindenkinek más ízlik, másként tudja használni. Azért az eritrit például kevésbé édes, mint a cukor, tehát mondjuk aki, tegyük föl egy kis kanál cukorral itt a kávéját, annak mondjuk eritritből lehet, hogy kettő is kell, vagy másfél, tehát hogy így értem, hogy kicsit kevésbé édes, viszont hogyha meg túl sokat használunk belőle, akkor ilyen fémes ízt lehet érzékelni esetleg, vagy ilyen hideg, esetleg egy kicsit csípős itt hátul, itt a torokban, szóval ez ki mennyire érzékeny erre, úgyhogy hát ezeket így tudni érdemes róla, és akkor kísérletezgetni vele, akkor a stevia, az ugye szintén nulla kalória, nulla szénhidrát, viszont annak például számomra annak a legerősebb a mellékíze. De van, aki nem érzi, vagy valakit nem zavar, akár még ízlik is neki, tehát az meg tök jól tudja használni. Az sokkal-sokkal édesebb, mint a cukor, úgyhogy abból rettentő kicsi kell, abból ugye vannak ilyen cseppek is, és akkor ilyen egy-két cseppel működnek az italok, ételek, tehát ez is kinek ízlése kérdése. És van még a xilit, ami pedig kevesebb kalória meg szénhidrát, mint a cukor, de azért van, tehát nem szívódik föl minden belőle, amit elfogyasztunk, de körülbelül a kétharmadával lehet számolni, tehát ilyen nagyjából ilyen 250 kalória és 50 gram szénhidrát környékén van. Tehát mindegy, az a lényeg, hogy van kalória és szénhidrát tartalma. A túlzott mennyiséget ebből sem szabad fogyasztani, mert ennek például lehet ilyen hashajtó hatása is. Tehát, hogy így ezzel így óvatosan kell. Itt a cseten bedobta valaki a kedvenc témámat, amit már megbeszéltünk itt ketten, a beszélgetés előtt a teljes értékű növényi étrendben használt édesítést. Ott ugye csak datolja és datoljaszirupot használnak, áztatott datolját, és azzal édesítenek, és semmilyen mesterséges édesítőszert nem használnak. Ez egyébként szerintem fantasztikus. Az a kérdés, hogy mondjuk egy cukorbeteg étrendjébe a datolja mennyire fér bele? Hát a datolja, mint a gyümölcs, úgy nem igazán, tehát rettentő cukros, tehát úgy semmiképp se fér bele. Az ilyen egészségesebb műzlik is, amikben nem tesznek plusz hozzáadott cukrot, azok is általában datoljával vannak ízesítve. Persze nem mindegyik, de nagyon gyakran. Szerintem egyéni kérdés, hogy kinek mennyire emeli a vércukor szintjét, viszont olyan szempontból szerintem jobb, mint a cukor, hogy ez tehát egy természetes édesség, vagy édes forrás.
De szerintem ezt mindenképp egyénileg kell kitapasztalni, hogy kinek mennyire emeli a vércukorszintjét. Milyen egészséges nasikat javasolsz, hogyha valaki tényleg minden nem tud lemondani az édes ízről, és szeretné azért így az egészséges, az arany középutat megtalálni, de mégiscsak korlátok közé van szorítva a betegsége miatt, vagy különböző diétek miatt. Mi az, amivel kísérletezhet? Egyrészt az a tapasztalatom, hogy aki ilyen egészségtudatosabb, az tényleg megtalálja az alternatíváját, de azért jóval kevesebbet nasizik. Tehát ide is így eljut az ember így az idők során, hogy hát nem is tudom, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy kevesebbet nasizik, de például szerintem ilyen egészséges nasinak én nagyon szeretek játszani az ilyen pohárkrémekkel, amikor joghurtot, vagy túrót, azzal is nagyon jó játszani, teszek a pohárba tulajdonképpen, és akkor pici műzli, lehet egy kicsit édesíteni is, egy kis gyümölcs, tehát ugye általában amilyen teljes alapú, vagy tejtermékes alapú, mint a joghurtok, túró, ilyesmi, illetve egy gyümölcsös alapú, akkor azok kisebb energia és szénhidrát tartalmúak, tehát könnyebben beilleszthetőek lesznek az étrendbe, és azért ennek manapság már megvannak a növényi változatai is, tehát ugye növényi joghurtok is vannak, úgyhogy ezek sem feltétlen lesznek kizáró tényezők, akár egy ilyen növényi étrendben sem. Akár a cashew joghurt, kókusz joghurt is. Igen, abszolút. Jó. Mindenkit arra biztatok, hogy tegye föl a kérdését a cseten. Ágnes azt kérdezi, hogy mi a véleményed a glicinről, mint édesítőszerről. Igen, ez egyre gyakoribb édesítőszer, vagy jó kérdés egyébként. Hát tényleg mindig csak azt tudom elmondani, hogy mindent mértékkel, meg vegyesen. Tehát én például itthon még nem használtam glicint a gyakorlatban, de már fogok, mert hogy tudjak róla gyakorlati tapasztalatot is mondani. Viszont tényleg azt szoktam ajánlani, hogy így variáljuk. Tehát, hogy ezt is, azt is, és akkor meg lehet tartani így a kisebb mennyiségeket és a mértéket. Mik azok a szájtok vagy fórumok, akár online, hát inkább online vagy offline, ahonnan diabetikus süti lehetőségeket lehet vadászni? Melyik a kedvenc oldalad? Fú, oldalam, nem is tudom. Oldalam nincs egyébként, mert nem feltétlen szoktam keresni a mindennapokban ezeket, de iszonyú sok van most már, és szinte... Hát, ha nem is minden cukrásztának, de ugye egyre több cukrásztának vannak így alternatívái ezekre az egészségesebb sütikre, úgyhogy én így a magyar, vagy mi ez, Magyarország cukormentes tortája verseny kapcsán leginkább az ott induló cukrászok, meg cukrászták környékén szoktam nézelődni, hogyha valakinek ilyen gyorsan tipp kell, akkor mindig ezekre a helyekre küldöm őket, de tényleg hát a neten rengeteg minden van, tehát elég széles a tárháza. Szóval akkor bátran lehet ezeket használni. Valaki azt kérdezte itt még korábban, hogy a férje kettes típusú cukorbeteg, erről majd lesz egy másik kérdésem is, amikor egyik családtagunkat érinti a diabetes. Azt mondja, hogy eddig nem diétázott, ezért nem kaphat inzulint sem, bár nem is szeretne. Most ráálltunk a diétára, szeretném megkérdezni, hogy hol vehetnék olyan könyvet, amiben le van írva, hogy mit kell főzni, még ilyet nem csináltam soha, sajnos most már szigorú diétát rendelt a doktor úr. Egy pillanat, és... mondom is. Az a neve a könyvnek, hogy Cukorbetegek nagy diétás könyve. Na, ide akartam csak kikukutkálni, mert direkt kikerestem, hogy is van pontosan a könyv címe. Tehát érdemes szerintem így az alapoktól kezdeni, és annak ez a könyv ez nagyon jó, és akkor utána viszont már rengetegféle könyv van, tehát vannak akár a 160 g-os diétakönyvek,
ami ugyan nem mindenkinek 160 g szénhidrát a szükséglete, de szerintem az elvekben ezek nagyon jó segítségek. Vagy van például a Rost Jó, az a könyv, amiben szintén rengeteg sok hasznos tipp van, és sok recept, tehát, hogy így ezeket így érdemes az elvek után egy picit átböngészni ezeket a recepteket, hogy mégis mi az, amiben változtat. Ugye a általánosságban a rost tartalmat érdemes növelni a főzések során, illetve főleg kettes típusú cukorbetegségnél azért a kalóriára is nagyon oda kell figyelni, tehát nem lehet az, hogy mondjuk nem is tudom, most nincs hirtelen jó ötletem, de az a lényeg, hogy nem lehet csak rán, vagy szóval hogy nagyobb a jelentősége annak, hogy ne legyen mindig például rántott az adott étel, mert hogy ugye ott rengeteg plusz kalóriát viszünk be a zsíradékkal, tehát azért nem, tehát nem csak a szénhidrátnak van szerepe, hanem a kalóriának is összességében. Kriszti azt kérdezi, jól tudom, hogy a diabetikus szót megszüntették, mit használnak helyette. Hát sütiknél ugye azt szoktuk mondani, hogy hozzáadott cukor nélküli, de más meghatározásban mit mondasz? Igen, 2016 nyarán szüntették meg ezt a diabetikus jelölést, bár még elég aktívan él az embereknek a tudatában ez a szó. És akkor vannak helyette a sokkal informatívabb nevű csoportokat hoztak létre. Ugye van például a hozzáadott cukrot nem tartalmazó termékek. Itt az a lényeg, hogy ugye plusz cukor nincs hozzáadva, viszont természetes cukortartalma van az adott terméknek. Ilyenek például nagy általánosságban ilyenek szoktak lenni a Magyarország cukormentes tortái is, pont azért, mert hogy sok benne például a gyümölcs általában, és akkor kicsúszik a többi kategóriából, ami van az alacsony cukortartalmú, és vagy alacsony szénhidrát tartalmú termékek, akkor van a cukormentes, ugye az a legkisebb, és akkor az alacsony cukortartalmú, és utána jönnek azok, amik csökkentett cukor, és vagy szénhidrát tartalmú termékek, és ezek mind a 100 g-ra vetített cukortartalmukat jelöli, hogy ott vannak a kategóriák meghatározva. Mi a véleményed, Adrián, az alma cukorról? Cukorbetegségben nem jó alternatíva, ugyanúgy, mint a kókuszcukor, meg nem is tudom, még van egy csomó ilyen, ami a nátcukor például, ez is ilyen nagyon gyakori tévhit, hogy ez nekünk jó, de igazából nem, tehát glikémiás indexre is pont ugyanott tartunk, mint a cukornál. Kicsit visszatérek még oda, ahol egy nagyon kedves hölgy a férje cukorbetegségéről érdeklődik, és egyrészt azt kérdezi, hogy milyen rántással készítheti el a hüvelyeseket például, illetve milyen lisztből hogyan süssön, kezdőként próbálja a kettes típusú cukorbeteg férjének étet betartani. Hát az első tanácsom, hogy lehetőleg nem mindig rántva, ugye ezt már mondtam, de ha már rántás, akkor érdemes zappehelyjel rántani, és érdemes úgy megcsinálni, inkább imitálni ezt a rántás féleséget, hogy nem bőzsírban sütjük meg, hanem egy csomó, szinte mindegyik étel elkészíthető sütőben, tepsiben, csak egy picit kell csak lefújni olajjal, tehát hogy a jellege azért meglegyen, mert anélkül nem működik, viszont rengeteg kalóriát lehet vele nyerni, tehát hogy ez egy ilyen B-terv, viszont ezt is azt mondom, hogy ilyen heti 1-2-szer maximum. Tehát, hogy így szorítsuk vissza, és próbáljunk meg nyitni más felé is, más ételkészítési eljárások felé. Mi volt még a kérdés? Milyen lisztből süthet kenyeret? Rózsát, vagy esetleg más lisztféle? Hát most már ugye nagyon-nagyon sok jó recept van, szóval érdemes így böngészni a neten, de ha mégis ilyen alap elfként így adhatok jó tanácsot, akkor én például úgy szoktam, hogy találok egy receptet, akkor legelső sütésre felezem, hogy a fele lisztet meghagyom a fehér lisztnek,
a felelisztet pedig teljes kiörlésűnek. De ugye cukorbetegség esetén azért ezt meg kell nézni, hogy valóban segítette a vércukorszint emelő hatáson, tehát hogy lassabb felszívódású-e vagy sem, és aztán ezt az arányt lehet még tologatni. Tehát lehet az, hogy egyharmad lesz utána a fehér liszt, és kétharmad a teljes kiörlésű, de ez abszolút ételfüggő, hogy mennyire működik. Rántásoknál a csicseri borsó liszt is működhet? Azt szeretitek? Már szakemberként ízre. Tessék? Már szakemberként, hogy szeretitek-e ezt, nem pedig ízre. Ja, lehet. Egyébként lehet ezekkel játszani, de mindegyik. Tehát, hogy nem feltétlenül úgy viselkednek, nem ugyanolyanok a tulajdonságai, mint a sima lisztnek, tehát ezeket mind ki kell tapasztalni. Arra biztatlak titeket, akik itt vagytok, hogy tegyétek föl ti is a kérdéseiteket, konkrétan, még egy fél óránk van Adriennel. Egy picit rátérnék arra a témára, hogy mi van akkor, amikor nem valaki saját maga érintett a diabéteszben, hanem valamelyik családtag. Egyrészt hogyan tudunk segíteni, muszáj nekünk is ugyanazt az étrendet követni, mint aki a diabétesszel él, illetve mit tud tenni ez a kérdés másik fele az, aki érintett, és abszolút nem fogadja el a család ezt, és sorozatosan rossz helyzetekbe kerül emiatt. Hogyan tud ebből kijönni szerinted? Hát egy picit megfordítanám az irányt, mert hogy a cukorbeteg étrend az igazából az egészséges táplálkozás alapelvein alapszik, vagy nyugszik. Csak hogy ne ismételjek szót. Szóval, igen, egy kicsit nehéz kérdés, de szerintem csak lelkileg nehéz így a család oldaláról, és az elején. Aztán rájönnek, hogy igazából annyira ez nem nagy ördöngőség, annyi, hogy egy picit szigorú a cukorbeteg részéről az étrend, mert hogy ugye megvan határozva a szénhidrát mennyiség, tehát nem ehet akármennyit belőle az adott ételből, meg van határozva az is, hogy mikor egyen, tehát általában szerintem inkább az szokott lenni, hogy a cukorbetegnek többször kell lennie, és többször eszik, mint a család többi tagja. De amúgy erre meg az se baj, ha a család többi tagja, tehát hogyha így elfogadja a család is ezt a szituációt, akkor ez az ő javukra is válik, az, hogy ez a tipikusan többször keveset együnk egy nap, tehát annyira ettől nem kell megijedni. Persze nyilván az elején nagy a sok, és kell egy kis alkalmazkodás, meg egy kis idő, míg áttér mindenki erre, de egyébként kelleni nem kell, tehát nem az van, hogy van egy adott szigorú diéta, és akkor innentől a családnak is azt kell enni, hanem inkább az, hogy ezt az egészséges táplálkozást, meg életmódot kell megtalálni, amiben tök jó, hogyha a család is partner, a saját egészségük miatt is. Újabb kérdés, mennyire tartott fontosnak, kicsit már beszéltünk erről, mennyire tartott fontosnak a fehérje kalória számolást egyes típusú diabétes és szoliákia esetén? A egyes típusú diabétes és szoliákia, és kalória, ugye az a kérdés? Igen, a fehérje és kalória számolás ebben az esetekben. A fehérje ugye olyan szempontból, de az általában ilyen 20 energia százalék környékén mondják, vagy néha most már több is, meg hát a fizikai aktivitás is befolyásolja, hogy mennyi az annyi. Nyilván oda kell figyelni, de szerintem ezekre legalábbis az én meggyőződésem az, hogy ezekre annyira nem szabad így rágörcsölni, hogy mégis mennyit visz be adott nap. Nyilván egy ideig érdemes figyelni, de utána ezt el lehet engedni, tehát ha valaki nem minden nap minden étkezésre rántott ételt eszik, akkor és tartalmaz mindig zöldséget, nagyjából minden étkezés, akkor igazából szerintem nagyon nem lehet mellé nyúlni, tehát kalóriára oda kell figyelni, de azt is inkább az egyes típusú cukorbetegségnél is, de ugye inkább a kettes típusúnál, mert ez az, ami gyakrabban társul, vagy gyakrabban alakul ki az elhízás szövődményeként.
és akkor így innentől visszafele gondolkodva fontos az energiabevitel is. A fehérje bevitel olyan szempontból fontos a fizikai aktivitáson túl, hogy az izomzat az megfelelő legyen, tehát abból ne veszítsünk, és egyébként olyan szempontból, hogy ugye a cukorbetegség az roncsolja az ereket, hosszú távon a vesére is kihatással van, vagy kihatással lehet, és hogy ezt megelőzzük, ezért az ilyen drasztikus fehérjefogyasztást nem javasolt, meg mondjuk a fehérje pótlás, meg ilyesmi szempontból már óvatosabbnak kell lenni, de szerintem ami az étkezésből származik, azzal annyira nem lehet gond. Visszafordítható-e teljesen a kettes típusú diabétesz életmóddal, mozgással, diétával? Megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy leállítanak-e teljesen gyógyszerről. Az biztos, hogy ha a kettes típusú diabétesz alakul ki, és inzulint kap valaki mondjuk az elején, akkor viszont sikerül jól beállítani az étrendjét, az életmódját, tehát így hosszú távon ugye egészségesebb étrenddel és mozgással sikerül leadni kilókat, javulnak a vércukorértékek, akkor ilyenről tudok, hogy ezt leszokták, vagy le lehet állítani ilyenkor inzulinról, de általában szoktak adni azért ilyenkor is szájon át szedendő antidiabetikumot. Úgyhogy így javítható mindenképp, az biztos. Mindenkit arra biztatok, hogy tegye fel a kérdését, addig én teszem fel a saját kérdéseimet, hogyha éppen nincs senki a cseten, aki írna. Már szó volt itt a teljes értékű növényi étrendről, de egy csomó más típusú étrend is van, ami mindig van ennek vagy annak éppen divatja, és hullámokban jön, hogy most éppen mit kell követni. Mi a véleményed ezekről, akár egyenként is a keto, a vegán, a téné és az összes többi ilyen hangzatos diéta? Inkább összességében beszélek róla, vagy ilyen egy-két dolgot ragadnék ki belőle, hogy például a ketónál, tehát az a lényeg, hogy én például a szélsőséges étrendeket annyira nem javaslom. Pont azért, mert mindig az arany középút az, ami keresendő véleményem szerint. De el tudom fogadni abszolút, amikor egy-egy élethelyzet vagy szituáció megkívánja, vagy azt is, hogyha valakinek bejött akár egy növényi étrend, és jól érzi magát, és jól menedzseli, de akkor legyen mellette rendszeres kontroll is, akár egy vérkép, ilyen teljes vérkép, hogy ugye, mert nehéz ezeket akkor teljes értékűvé tenni. Általában elmondható, hogy mindegyik ilyen keto, paleo, ilyesmi étrendeknek vagy vannak jó oldalai, vannak jó szegmensei, de vannak olyanok, amik kevésbé, vagy mondjuk egy adott élethelyzethez, mint mondjuk egy cukorbetegség, ahhoz már kevésbé passzol. Tehát itt gondolok arra, hogy például a paleóban, mondjuk annak is van ugye több árnyalata, de hogy gyakran megengedett a kókuszvirágcukor például, és az mondjuk egy cukorbetegség esetén az nem egy jó alternatíva. De mindenképp jó ezekben az étrendekben az, hogy nagyon sok benne a zöldség és gyümölcs. Ugye a gyümölcsnél cukorbetegség esetén is, de egyébként is korlátozott mennyiségben szabad fogyasztani, tehát hogy az nem lehet kilószámra enni naponta. De a zöldség túlsúlya szerintem mindenképp hasznos tud lenni. Tehát inkább tényleg azt mondanám, hogy mindegyiknek megvannak az előnyei, és hát a hátrányai is sajnos. Mi a véleményed az olajos magvakról? Túlzásba lehet ezzel esni? Mi az, amiből minden nap kell egy kicsit fogyasztani? Mi az, amiből akár egy maréknyi is már túlzás? Könnyű vele túlzásba esni, az biztos. Úgyhogy... annak nem szoktam javasolni, aki nem tud megállni mondjuk egy ilyen kis maréknyinál, de úgy kis maréknyi, hogy így be tudja markába szedni, mert ugye nem ilyen púpos marék vagy tenyérnyi,
Tehát, de egyébként nagyon jó, tehát tök jó a zsírsav összetételük is, nagyon jó rostforrások, például gyümölcs mellé fogyasztva egy 10 szem olajos magvat, az még segíti ugye a gyümölcsnek a lassabb felszívódását is, tehát abszolút megvan a helye az étrendben, és tényleg nagyon hasznos, és itt is azt mondanám, hogy így vegyesen. Hogy ne az legyen, hogy valaki csak mandulát eszik, vagy csak kesudiót, vagy csak diót, vagy, hanem így váltogatni. Viszont itt egy picit kikanyarodnék a diák csemegére, amiben ugye vannak magvak, de ott vannak az aszalványok is, ami egyébként is kicsit kritikus így szénhidrát tartalom szempontból, főleg azért, mert nagyon koncentrált a cukortartalom, ugye attól, hogy aszalva van. Cukorbetegségben meg kifejezetten nem előnyös, tehát az ilyesfajta magkeverékre kevésbé mondanám, de egyébként úgy lehet, hogy azt mondani, csak tényleg nagyon-nagyon oda kell figyelni a mértékre, mert ugye rengeteg kalóriát tartalmaznak, tehát energia szempontból azért nem túlságosan a barátunk. Viszont például a salátát is érdemes lehet megszórni ilyen kis magkeverékkel, tök sokat hozzátesz, és jót így tesz. Tehát akkor ezek szerint nem az a megoldás, hogy egy ilyen zacskónyi paradiót és mellé datóját kiteszünk az asztalra, és eleszegetjük egész délután. Igen. Még milyen jó is az, és tele van felénnel, ráadásul. A paradió. Kriszti kérdezi, kedves Adrián, azt hallottam, hogy a zéro üdítőtalok nem egészségesek, pedig azt gondolná az ember, hogy ha nincs benne cukor, akkor jó. Mi a gond velük? Az a gond ezekkel egyrészt, hogy nem csak a cukor a rossz bennük, tehát ilyen szempontból sincs a hasznunkra, viszont az a baj, hogy azért valamiféle jelet küldenek az agynak, hogy édeset evett. És akkor, főleg, hogyha van saját inzulinunk, akkor azért elindulnak azok az inzulin molekulák, aztán utána ott vannak a vérben, és így pangnak, mert igazából nincs mit lekötniük. Tehát, hogy egy picit így átveri az agyat, és így valamiféle hatással azért van a szervezetünkre, és tanulmányok során erre jöttek rá, hogy igazából egy fogyókúra során pont emiatt annyira nincs, vagy nem segít. Úgyhogy annyira nem jók. Megmondom tényleg azt, hogy nem csak a cukortartalma az, ami problémát okoz. Biztatom a többieket is arra, hogy kérdezzenek a cseten. Hogyha valaki úgy van a sportolással, mint én, hogy időnként nagy lendülettel elindul, és akkor nem lehet leállítani, aztán valahogy elmúlik ez a lendület, és akkor kicsit kiesik belőle, akkor ehhez a diétát például hozzá kell szabni. Tehát, hogy valahogy együtt kell a kettőnek menni, vagy ha már egyre törekszik az ember, akkor az már elég, vagy sport, vagy diéta. Hát mindenképp két oldalról jó így célozni, tényleg így az életmódot, tehát a sport és a mozgás is, viszont én azt szoktam mondani, hogy ha valaki így neki kezd, akkor lehet, hogy, tehát, hogy így típusfüggő, van, aki az étkezésnek kezd neki, és akkor utána majd szépen hozzájön az egészség tudatossághoz a mozgás is. Van, aki megfordítva, hogy inkább elkezd sportolni, mint az állat, hogy tényleg rengeteget, és akkor eleinte még bele is fér, hogy nem figyel az étkezésre, de utána úgy is kénytelen lesz, mert nem fog jól működni. Tehát szerintem hozza magával egy kicsit egyik a másikat, főleg a sporttáplálkozás vonalon, de, és van is mire odafigyelni, tehát nyilván nem jó éhesen se elmenni sportolni, mert akkor csak jobban romboljuk az izomzatunkat, tehát ilyen szempontból nem túl célra vezető, mert nem onnan fogyunk, ahonnan kéne. És ugyanebből a szempontból nagyon fontos a visszatöltés is, mind szénhidrát, mind fehérjét vissza kell tölteni, hogy amit az edzés során rombolunk az izomzaton, azt utána a táplálkozás során visszatöltjük, és így fog fejlődni. Regenerálódik, és fejlődik az izomzat. Tehát egy idő után kénytelen az ember mind a kettőre odafigyelni. De például reggeli sport előtt is enni kell, vagy elég egy kis mandula italt iszik valaki, az már elég kalória egy mondjuk reggeli futás előtt? Hát céltól is függ, tehát hogy valakinek fogynia kell, vagy nem kell fogyni. Hanem egy ilyen
egy ilyen kisebb reggeli futás, amit rendszeresen be lehet iktatni az ember életében. Hát szerintem típusfüggő, tehát van, aki nem bír enni reggel sportolás előtt, és ilyenkor mindig csak azt szoktam megkérdezni, hogy oké, de nem szoktál rosszul lenni? Egy kicsit se? Tehát, hogy utána sincs az, hogy ájulás szélén van, vagy ilyesmi. Tehát így van, hogy kicsit ráhagyom így az emberekre, hogy hogyan kényelmes neki. Én például nem tudnék üres hassal elindulni, tehát én attól lennék rosszul, vagy nem lenne úgy energiám, és nem tudnék úgy teljesíteni, úgyhogy ilyen szempontból nem. Viszont tényleg közvetlen a sportolás előtt sem annyira jó enni. Tehát azért egy órával, vagy fél órával előtte, persze tényleg függ attól is, hogy mit eszik az ember, de nem tud olyan sokat enni, és olyan közel a sportoláshoz, mint ami lehet, hogy az élethelyzetből szükséges lenne. Tehát lehet, hogy reggel tudja beiktatni a mozgást, és mondjuk nem tud egy órával előtte fölkelni, úgyhogy akkor lehet, hogy valaki bírja mondjuk egy kis zapkása jellegűt, vagy tényleg valami italfélét. Ez tényleg ilyen egyénfüggő, nagyon-nagyon egyénfüggő. Uh-huh. Mit gondolsz arról, hogy 6 után nem eszünk semmit? Van ugye ez a szabály, amit lehet olvasni. Igen, vannak, ez is egy ilyen, hát nem is tudom mennyire új, de van ilyen diétás irányzat, hogy ugye megvan határozva, hogy mettől meddig eszik, egy ilyen nem intervallum, azt hiszem. Van, amikor ez segít így fogyókúra szempontból, de én nem ezt szoktam javasolni. Cukorbeteg esetén meg főleg nem. Tehát ott nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye kiegyensúlyozzuk a vércukorszintünket, és ha túl sokáig nem kap a szervezet, tehát akkor is tud ugrálni a vércukorszint attól, amint hogy túl sokáig nem kap tápanyagot a szervezet. Úgyhogy én inkább a lefekvés időpontjához szoktam ezt igazítani, hogy mikor legyen utoljára az ember, és azért ebben is van némi egyéni eltérés, hogy valaki mondjuk 2 órával előtte nem eszik, vagy 3-mal, vagy esetleg csak 1-jel, de szerintem éhesen sem jó lefeküdni. Tehát így biztos, hogy nem jó 6-kor enni, hogyha mondjuk valaki csak 11-kor vagy éjfélkor fekszik le. Uh-huh. Mennyire látod azt, hogy egy-egy stresszhelyzetnek vagy fronthatásnak hatása van a vércukorszinte, ugye ez mondjuk egy elég köztudott dolog, és hogy ezt vajon kell-e kalóriákkal, evéssel pótolni, hogyha stressz helyzet van, tehát hogy hogyan tudnak összefüggni ezek a dolgok. Nagyon, nagyon nagy hatása van a stressznek is, az időjárásnak is, a vércukorszintekre. Szerintem a cukorbetegek még jobban tudják nálam, hogy mennyire tudja ez így kiugrasztani, vagy éppen levinni a vércukrot, és hát nyilván az ilyen extra vércukorszint leesést, amit már főleg, amit meg is érez, azt nyilván kell étkezéssel korrigálni, tehát lehet, hogy elég csak egy pár szem almát, vagy egy pár falat almát megennie, hogy visszajöjjön a vércukorszintje a normál szintre, de az is lehet, hogy egy picit nagyobb étkezésre is szükség van. Igen. Még 10 percünk maradt körülbelül, úgyhogy tényleg arra biztatlak titeket, hogy használjátok ki a maradék időt, és kérdezzetek Adriántól. Van olyan esetleg olyan téma, amiről rendszeresen kérdeznek téged, és esetleg itt nem hangzott el, ami állandó, akár cukorbetegek, vagy nem cukorbetegek körében egy állandó kérdés feléd? Én nekem most így nem jut eszembe semmi, mert tényleg a legsűrűbben az a cukorpótlók, amivel találkozom, akkor esetleg a sportolás körüli témák, illetve még tényleg így az utolsó kérdéshez kapcsolódóan ezek a zéró termékek, tehát ezek a diétás élelmiszerek, ezeknek a helye az étrendben, ez szokott még felmerülni, és tényleg mindig elmondom azt is, amit most is így a üdítő kapcsán, hogy valamilyen hatással van ránk mindenképpen, de azért ilyen választékbővítő szereppel elférnek az étrendben. Vagy hogyha valaki nagyon megkívánja, hogy nagyon akarok inni egy kólát, mert már 1000 éve nem ittam, és most kell,
akkor azt mondom, hogy persze, akkor igyál egy pohár zéró kólát, és akkor jobb vagy a semminél. Tehát, hogy így jobban érzed lelkileg is magad, mert ugye nagyon fontos az is, hogy hogyan hat ránk mindez. Mindig elfelejtem visszhangosítani magam. Itt van egy kis félkérdés, hogy a tejtermékek, eddig jutottunk a chatben, de gondolom, hogy az lenne a kérdés, hogy a tejtermékeket illetően mi a véleményed, tehát mi az, ami szabadon fogyasztható, a túrót és a joghurtot, meg a kefir, talán ezt említetted már. Igen. Van olyan tejtermék, amit egyáltalán nem ajánlasz? Mi például a helyzet a nyers tejjel? Hát ugye a tej az... Igazából nem mondom azt, hogy kerülendő, de tudni kell róla, hogy deciliterenként 5 g szénhidrátot tartalmaz, tehát viszonylag jelentősebb szénhidrát tartalmú, de ami a nagyobb probléma vele, vagy nem feltétlen probléma, csak számolni kell vele, hogy ez viszonylag gyorsan szívódik föl. Tehát ilyen szempontból nem mindegy, hogy hova illesztjük be, ezért nem fér bele egy cukorbetegnek reggel, így gyomorra egy teljes kávé, mert rengeteg úgy teljes kávéban ugye van mondjuk, tegyük fel 2 deci tej, ami már 10 g szénhidrát, ráadásul gyorsan szívódik, szóval tökre nem válik a hasznunkra. Akkor nyilván egy joghurt, kefír, ezeknek tök jó hatása van, főleg az élőflórás joghurtnak, meg a kefírnek a bélflórára, úgyhogy ilyen szempontból én ezt szeretem alkalmazni. A túrónak például nagyon jó a fehérje tartalma, nagyon jól is szívódik föl akár este, és ugye mindegyiknek megvan tényleg akár a növényi alternatívája is, hogyha valakinek arra van szüksége. Szóval összességében azt mondanám, hogy jók egyébként a tejtermékek, csak meg kell találni a helyét, hogy hogyan lehet beilleszteni, meg mikor és mennyit. Igen, még az utolsó 7 percre várjuk a kérdéseiteket. Mi a véleményed a műzlikről? Nyilván a cukrozott, mézezett műzlik azok eleve kiesnek a kosárból, de van olyan műzli granula változat, amit könnyű szívvel ajánlanál, akár cukorbetegeknek is? Igen, de mondjak terméket? Hát egyébként szerintem egy Facebook live-ban vagy beszélgetésben ez most elfér, tehát hogyha tudsz olyat mondani, ami szerinted nagyon jó, akkor mondható. Igen, amúgy hála Istennek egyre több alternatíva van ezekre az egészséges műzlikre, mert hogy egyre többen ugye egészségtudatosabban próbálnak megétkezni, és most már van jó néhány. Legalábbis én most 2 tudok kapásból mondani, ha tényleg belefér így márka szerint. Az egyik az van a Hester's Life, én azt nagyon szeretem, meg hát a másikat őszintén szóval nem tudom, hogy kell mondani, de úgy írják, hogy Viblance, és ezek azért jók, mert odafigyelnek arra, hogy rostús is legyen, tehát akár olajos magokkal, vagy bármi, nem feltétlen azzal, de hogy azzal is dúsítják, meg ugye zappelyhet szoktak sokszor használni benne, tehát hogy jók az alapanyagok. Mindenképp számolni kell a szénhidrát tartalmukkal, általában ezek is datójával ízesítettek, de mindenképp a számlájukra írható, hogy nem tesznek bele plusz cukrot. Úgyhogy az tök jó. Amit először mondtál, azt tényleg nagyon, nagyon finom is tud lenni. Most nem mondom el még egyszer a márkát. Különböző autoimmun betegségek, ételérzékenységek kéz a kézben járnak, gluténérzékenység, laktóz, kazénérzékenység, cukorbetegség. Meg tudod ezt erősíteni? Nem feltétlen, tehát nem törvényszerű, de szokott. Tehát, hogy egyre gyakoribb, meg hát ez attól függ, hogy milyen maga a cukorbetegség is. Tehát, hogy az is autoimmun eredetű-e, vagy sem. És például a gluténérzékenység nagyon közeli, tehát a génben van közeli helyen egymáshoz, tehát azért tud így együtt járni. Uh-huh.
Tehát szoktál te is olyan esetekkel találkozni sokszor, hogyha valakinek az inzulinja elkezd rendetlenkedni, akár inzulinrezisztencia, akár mert komolyabb probléma van belőle, akkor ott a gluténérzékenység is, meg esetleg a laktózis fellép. Igen, igen. Hogy még egy picit bonyolítva legyen a diéta. Igen, meg sokszor találkozom egyébként azzal, hogy a gluténérzékenység ehhez kapcsolódik mondjuk egy laktózérzékenység, de ugye az így más téma, tehát nem a cukorbetegséghez kapcsolódik, de ugye ott az szokott a probléma lenni, hogy a gluténérzékenységnél, hogyha sokáig nem fedezik föl, akkor a bélbolyhok annyira roncsolódnak, hogy így romlik a felszívódása, és a tejtermékeknek, meg a laktóznak, és akkor így alakul ki egy ilyen másodlagos laktózérzékenység. Uh-huh. Jó, egy pár percünk maradt, hogyha valakiben még maradt olyan kérdés, amire mindenféleképpen szeretne választ, akkor itt van az utolsó pár perc. Kicsit várunk ezzel. Egyébként a Magyarország cukormentes tortáját azt említetted, ugye most az zajlik az alapítványnál, hogy éppen az elődöntőn vannak túl a torták, és ötöt kiválasztottak a cukrászok, meg a dietetikus is, és majd nyáron fog eldőlni, hogy melyik lesz a Magyarország cukormentes tortájában az évben. Ez most már 10 éves az alapítványnál ez a kezdeményezés. Úgyhogy én nagyon örülök neki, mert a kezdeteknél is ott voltam, és aztán most megint, amikor visszatértem az alapítvány köré, akkor még ez még mindig zajlik, sőt, egyre nagyobb hírverést tud kelteni. Jók voltak a torták? Megkóstoltad őket mindet? Igen, igen, tényleg egyre ügyesebbek, és pont ez a cél ezzel az egész programmal, hogy egy picit így a választékot is bővítessük, mert hogy ugye az igény az egyre nagyobb az emberek részéről, viszont hogy így tényleg a lehetőség is minél nagyobb legyen, mert így egyre tudatosabbak már a cukrászok, és egyre jobban nyitnak felé az irány felé. Hát meg nyilván van egy piaci igény is erre, egyébként is divatosak, meg egyre jobb receptek vannak. Jó, szerintem körülbelül kiveséztünk mindent, és az időnk is lejárt. Hogyha esetleg van olyan, amit szeretnétek még kérdezni, akkor a diakörben nyugodtan föltehetitek ezt a kérdést, illetve az Egy Cseh Figyelem alapítvány honlapján is tudjátok a dietetikust kérdezni. Ezt a beszélgetést pedig fölvettük, és fönt lesz az alapítvány YouTube csatornáján, és a diakörbe is föl fogjuk tenni, úgyhogy vissza lehet nézni, hogyha valaki esetleg később kapcsolódott be. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, Adrienne, neked is, hogy egy órát. Én is köszönöm. Életedből erre, és hát igyekszünk majd még ilyeneket szervezni. Köszönjük szépen! Szép estét mindenkinek! Szép estét, sziasztok!